Hello mindenkinek, Reject vagyok és itt tudod folytatni a Rizent. Craig, vele tudok valamit? Fogadás? Na, so, kivel küzdhetek meg? Anyone else for me to fight? Nah, no one's first to mind. Surely you've got other things to get on with. People like you usually have. Jogos. Egyébként ugyebár én most egyelőre kartfogatásra fogok gyúrni. Azt nem tudom, hogy megteltem-e már. Ja, megvan a ruhám, már megvan a csodálatos kardom. Jó, mondjuk az csak félig meddig. Kitől lehet erőt tanulni? Azt már felejtettem. Oscar, te nem tudsz nekem tanítani valami? Nem. Oscar. Egyébként itt van az egyik karakter, akinek igazából akkor lesz egy minimális szerepe, amikor majd a városba jutunk. Persze ő nem lesz személyesen ott, de az egyik karakterhez fűződik. Hey, what? You better be from Hawkins. I need those crates moving. Jól van. I've just arrived here. I'm not from anywhere. Easy more like. But you've never done a decent day's work in your life. Jaj, milyen láda. The ones full of artifacts? What else are we moving? Damn Hawkins. His workers should have delivered them by now. I knew it was too much responsibility for the old coot. Szerintem egyébként már hordják a ládákat. Na mindegy. Mert ugye volt a Dwight, ő szerintem neki az volt a hivatalos feladata, hogy hordja a ládákat. És őt már, ha jól emlékszem, az előző részben munkára bírtam, ugyanis Hawkinstól tudtam menni munkás ötletet. Mert ugye bár ez függenek egymásra ezek. Okés. Help you get your crates. Think you can? All right. We'll get going and get them moving. No sense in asking if you know the magic word. What magic word? Here, you're not with me. Oi! Még a viccet se érted. No magical nonsense around here. Jó van. A kérem szépen szót azt kihagyta. Az egyébként a mágikus szó. Vagy ha ragaszkodok az agresszivitáshoz, akkor megüselek. Akkor viszont ez az a szó. Na. Oké. Na. I sorted out your crate delivery problem. Really? Good to see someone's applying himself. Ta-da! I ain't sure why the Don wants all this gold. Ain't like there's much to spend it on in a swamp. Not that I've seen. Anyway, you've put me in a generous mood. Here's a little advance on your share. Nagy lelkű volt. Hát és hogyha nincs nagy lelkű kedvébe, akkor mennyi aranyat adott volna? Minusz 5-öt? Miért nekem kellett volna fizetnem, vagy mi? Jó, sör. Nagyon megcsoppan az FPS-em erre fele. Jó, gyógyöke. Ja tényleg, a Phil elvileg meg kell kérnem, hogy váltson helyet a nem tudom kivel. Itt már fejtettem a neked. Ki vagy? Ja, Clay a Phil-el váltva helyet. Jó van. You look tired. And you look ugly. Köszi. Shouldn't you be standing guard by the swamp farm? Piss off. Mindegy. I don't care what you think of the broker. But you see, now I am telling you to get out on guard duty. You are. Igen. That's right. There's a reason Brogard didn't come himself. Now I'll show you. Alright. Okay, hát akkor mutasd meg. Tehát. Egy itt ásatási terület van amúgy erre. Gyere, cic. Ott maradsz. Azt tudom, hogy itt van egy láda, mert épp abba állt bele az előbb a krét. Hey, ott maradsz. Ott maradsz. Na gyere, cíc. Gyerünk már. Nem jössz nekem. Ej, a mocsár egyébként kifejezetten lagoltat. Ahogy észrevettem. Az utolsó csapás, azt sose bírom bevinni. Na. Jó, az nem nagyon érdekel.
Yeah, itt van egy pár ásó, de nem tudom, hogy itt ki is lehet ásni valamit. Csákány. Itt nem nagyon látok olyan területet, ami felásható lenne. Hát, nem tudom. Hát, mindegy, nem érdekeltek. És visszafekszik aludni, hát csodás. Are you gonna stand guard now? Or are we gonna fall out? Ah. I'm going. A lust, Harry Snow. Na, egyszerű ládát, megnézzük, mi van benne. Semmi különleges. Azokat a dűséget el lehet adni jó pénzért, de egyébként amúgy semmi jelentőség teljes dolog nincs benne. Jó mentés megvolt. Erre valami. Nincs. Egyébként, hogyha a Lorenzónak azt mondjuk, hogy eljövünk vele megnézni azt a templomot, akkor pontosan ide csalogat minket és megpróbál intézni minket, de hogyha ugye legyőzzük, akkor elveszik az a lehetőség, hogy az arénába összecsapjunk. Mert gyáva lesz attól kezdve megküzdeni velünk. Mert úgyis elintéznénk még egyszer. Szóval Lorenzóval, ha lehet, inkább ne küzdjetek itt meg, mert akkor elbuktok 10 aranyat. Nem olyan hatalmas összeg, de attól függetlenül... jobb, hogyha megmarad. Te vagy az a Phil, vagy ki a fene? Ja, Phil. Clay is taking over your post. Jéj. About time. Thanks. Here's something for you. Always pay your debts. Oh, I need a rest. Jó van, akkor pihizzél. Ő legalább 25 aranyat adott, nem pedig 20-at. Most van 560 aranyom. Hurrá. Ezzel mondjuk messzire nem megyek. Egyébként most ezen a részeken, hát nem árt összegyűjteni pár darab mocsári kendert. Ó, zsombéklapok is. Lopók, azaz zsombéklopók. Ezt megmondtam. Na, szóval zsombéklapok is vannak ott, amiket el kell intézni. Egyébként szám szerint 3 van ott. Akik meglehetősen nehéz ellenfelek, hogyha egyszerre évjük ki őket. Hey, szívós. És csak véletlenül is egyre segíteni amúgy, te... Mi a neved? Nem jut eszembe a neve, Clay! Hey! Gyere! Au! Na ezt ne játsszátok el! Egyébként mindig belesek ebbe a hibába. Jó, egy zsombék lakó megvan. Együnk husit. Nem egészséges egyébként kevés életerőben neki esni ezeknek, mert... Tudják, hogyha ketten vannak, mert most ketten fognak jönni. Jó, csirkecomb jöhet. Nyami. Szerintem egyébként ezeket most már ide csalogatom ennek a Claynek. Hát, ha ketten tudunk valamit... tényleg van nekem számszeríjam is. Ez miért nem jutott eszembe? És... Bang! Hát ez nem túl erős. Yay! Egyébként itt még nagyon nem sebez az nagyobbat, hogyha fejbe lőjük őket. Clay, gyere! Ó, ezeknek már erős falgjuk van. Csak arra vigyázzatok, ne halljon meg, mert nem mintha egyébként lenne szerepe, de nem egészséges az, hogyha meghal egy olyan karakter, akinek nem kéne. Miért mindig a Clay-t ütöm meg? Te ezt vagy csak ott szedd a kenderedet, szerintem is. Gyere, cicc! Nem így. Így, ennyi az összes XP. Persze, mondjuk végül is. Most hihetetlen nagy segítség voltál, de amúgy jelentéktelen karakter vagy. Jó, a fagyos szíveket azokat azért összegyűjtöm, mert el lehet adni 10-10 aranyért. Itt amúgy nem emlékszek, hogy van-e valami érdekesség, de azért eljövök. Ja, nem itt van a barlang, mert lesz egy olyan, hogy ugyanis zsombéklapó... Megint lopókat mondtam! Szóval a zsombéklakók őriznek egy barlangot, és ez a barlang pedig tömbe van hullarablokkal, és oda nem tanácsos bemenni. Hey! What are you doing here? Szerinted? Admiring the view. Great view.
That's why we get all these tourists. Aha. That and the friend. Na ja. Itt... hol van a farkas? Itt kéne lenni egy farkas. Ah, itt van! Mit rejtőzködsz? Jaj, ezek ketten vannak. Ez nem jó. Nem jössz nekem. Au! Rágy meg, Clay! Köszi! Nem jöttek nekem. Jól van, Clay. Ölj! Au! Ej! Ne gyertek már nekem így! Most keményen semmi XP-t nem kaptam? Ezért megérte? Na mindegy. Ennyi életerővel kifejezetten biztonságos mászkálni. Jó van. Mindegy, akkor már csak azért is mászkálok ennyi is életerővel. Egyébként... Hol vannak még itt? Mocsári kenderek. Már csak az a kérdés, mennyit szedtem eddig össze? 12-t, akkor ennyi már elég. 10-et kell egyébként összeszedni. New here, right? It's that easy to tell. Ah. Don's boys already got your nerves, eh? They're just bored. No imagination. It's just made around that boy. What do you know about the Don? I know enough not to mess with him. We used to be out here all alone, until they swept in and took the place over. But stick to his rules and he's a good man, if a hard taskmaster. Working in the fields isn't easy, but it gets you away from people. Space to think. Nah. Mi csinálsz itt? What do you do here? I tend the Brugelweed here on Robar's farm. It's not... Egyébként a Robart az ismerős név lehet. Főleg, hogy a Gothic 1-ben és a 2-ben sokat halljuk a nevét, King Robart II. Hát ő volt ugye a Robart király. The smoke has special properties, if you know what I mean. Robart. Olyan ismerőségként ez a név, már csak azon is azt is leszámítva, hogy ő volt ugye a Gothicban a király, de már mintha máshol is hallottam volna. Lobart! Az volt ismerős, mert a Gothicban van egy Lobart anyája nevű hely, ahol először kiukadunk. Azért volt az annyira ismerős. He's a salt of the earth fellow. He farms this one. Well, this field. Na, mit tudsz eladni? What do you have to sell? Jó, igazából ő is ad el ugye kender, de nem éri meg megvenni. Annyit mondok, ugyanis... felesleges. Ment a... Azért felesleges megvenni, mert 70 anyat kapunk 10 darab éről, viszont ugye darabját 10 aranyért adja. Tehát, hogyha mondjuk 6-ot veszünk, még akkor is, hát 10 aranya profit, de... nem az igazi. Egyébként ahányszor 10 darab kendert összegyűjtünk, Robartnak leszállíthatjuk. És még azt is megjegyzem, hogy ha ugyebár szólunk a Jánnak, hogy Sara ott van lenne abba a régi házba, akkor a második fejezettől kezdve Sara itt lesz Robart anyáján. Hát csak úgy megjegyzem. Nem mint egyébként sok szerepe lenne utána. You've come for protection money. Mi van? Protection money? Maybe you just have that look. What brings you here? Hát nem tudom igazából mi hozott ide. Ja, de már tudom, a sör. Ja. jó a söröd? Is your beer any good? There were those on the mainland who thought so. Barleyman's export, they called it. Till the island was cut off. Every time you think you're getting ahead, life just drags you down. Which reminds me, the camp is waiting for a delivery. I don't suppose you'd be interested in dropping some bottles off for me. Yeah. Why does everyone here see a new face and just assume I'll do jobs for them? Because you need people that will owe you favors. Favors? You never know when you'll need them. Take these 10 bottles to Rachel, the cook. Yeah. I need 50 gold coins for them. 50 arany. Egyébként Rachel-t rábeszéltük arra is, hogy 100 aranyat adjon nekünk, és akkor ugye még 50-et elrakhatunk. Tehát az így megjegyzem, hogy az is egy kisebb bevétel. All right. But one day I'll want to collect that favor. Of course. Here's the beer. And don't forget. Jó, én most tisztességes leszek. 50.
Yeah, I'll remember that. Jól van. Ja, a kimiára tud tanítani. I suppose, if you have a basic knowledge of alchemy, but it would take you years to learn properly. Jól van, de... Mit tudsz nekem mondani? What can you tell me about the area around here? You haven't been here long, have you? Let's see. Well, the boys in the camp all work for Don Esteban. They're collecting everything they can find, maybe. Ezt is tudom. The Don must have a fortune in that temple by now. Mm-hmm. Nem hiszem, hogy a Donnak dolgozik. Me? Ja. On this farm all my life. Ő csak egy farmer. One day, these ruins rise up out of the ground, all over the place. Then Don Esteban comes here. At least he keeps the... Igaz, mert végülis akkor nem csak átka van, hanem áldása is annak, hogy Don itt van. Where did the gold the Don's collecting come from? From those temple ruins, the ones that rose from the ground. Igen, egyébként, hogyha kicsit beljebb mentek a templomba, akkor egyből három darab hularablóval találtak magatokat szembe, akik ezen a szinten szinte, hát olyan Mission Impossible szinten vannak. What's Brugelweed? They call it weed, but it's not. Mostly grows in the swamp. Egyébként nem értem, hogy Kenderből mióta csinálnak sört. Kendersör. Júj, nagyon hihangzik. Azt még megértem, hogy mondjuk a gotikba, hogy abból csinálták a füvet. De mindegy. Does the Don ask you to pay for protection? No. It's his commander-in-chief. The one that trains his fighters, Brogar. He demands 30 gold coins a month, or he'll take away the guards that look after my farm. So someone's found a way to earn money from this swap. Hmm. Maybe I could help you gather some Brugelweed. Well, it would save me some time. All right. But I need deliveries of 10 plants. I'll give you 70 gold coins for every 10 you bring. Na, itt van, tessék. I have some Brugelweed for you. Egyébként ez jó bevétel. Good job. Here's your gold. I can always use more plants. There are plenty of people who like beer. If you find more, you know the price. Na, zsombék lakók kipipálva. You can relax. I dealt with those bog bodies. Kár egyébként a felét nem tudtam volna egyedül megölni. Majd a zsombik lakóknak. Jó, aki mi alapjáról. Egyáltalán nem vagyok kíváncsi. Itt nincs egy sör. Á, de itt egy sör. Ugye ezeket gyűjteni kell majd Louisnak, mert mondjam, ő iszonyatos mennyiségű sört meg fog inni, miközben beszélünk vele. Jó, van, tudom, hogy mindjárt, de ezt tudom, tudom. Egyből baja van ezzel is, hogy egy kis sört loptam tőle, mondjuk kinek nem lenne baja. Azt mondja, most egyelőre menjünk a táborba, vedelek egy rakás vizet a hordókból, ugyanis ez nagyon, hogy is mondjam, érdekes állapot, miközben bennek ilyen milliméternyi HP-ja van. Jó, az mondjuk így is 3 milliméternyi HP, ami még jónak számít. Vagy hol is van legközelebb ilyen hordó víz? Te ki vagy? Phil, ha? Te, be tudok majd beszélni? Are you one of the fighters here? I am out here. But when we were in the town, well, sleight of hands more my thing. Combats for boneheads. I have a few real skills. Aha! Tőle lehet ezeket megtanulni. Picking pockets? Becsületes, ja. No violence needed. Sounds good. Na, mit tudsz nekem tanítani? I want to be a better thief. Lopakodás, azt egyébként megéri megtanulni kifejezetten, zárnyítás szintén. Akkor tanuljunk. Teach me the right way to sneak. If you want to. Jó, ezt elnyomom ezt, mert úgyis hatok a gotikba is az egészet. Hogy ügyeljünk a lábunkra, oszlassuk el a súlyt, már profi lopakodó vagyok. Na, zárnyítás. Can you teach me how to open locks? Of course. Many locks have a bolt that you have to push down. Then you can... Jó, igen, ezt is tudjuk. Én nem tudom egyébként mennyit tanuljak meg, mert... Hát... Tudod mit? Megtanulom most az egészet, mert úgyis egyébként a városba ki fogom rabolni az összes helyet, ami létezik. Na, zárnyítás. What can you teach me about picking more difficult locks? The principle is the same. Push down the bolt, and then try to crack the lock with the lockpick. Of course. These locks are a lot more complicated. Locks like that are expensive.
But it means they are. Aha, pontosan. Azt mondja. Ő csak eddig tudja tanítani. De rossz. Zsebmetszés azt nem szeretek tanulni, mert olyan, az olyan kétes skill képesség. De mi, Craig, te... tud erőt is tanítani. Jól van, erre nem emlékeztem. Most mondjuk az erőmet azt felnyomhatnám egy a 20-asig. Jézusom, ez úgy hangzik, egy japán név. Jól van, most kerek. Ja, most 20 darab elosztható pont. 171 arany. Jaj, tényleg elfelejtettem hordóba inni. Jó, vizes hordó. Legjobb barátom. Ebben megint átmentem rajta. Egyébként egyszer volt olyan, hogy pont a vizes hordó előtt ott volt egy tégla, és beragadt a karakter. Mi ez? Mindegy. Tehát a karakter, amit szépen beakadt, és nem bírtam mit csinálni. Mondjuk azért nagy nehezen sikerült kilépni abból a egy helyben állásból, amit csinált. De akkor is borzalmas dolgok vannak. Persze itt is vannak bugok, mint a Piranha Bytes összes többi játékában. De én pont azért szeretem őket egyébként, mert a Gothic-kal is, hogyha megkapnék egy olyan verziót, amiben egy rohadt bug nincs, én még akkor is visszasírnám azt, amelyik még tele volt. Mert anélkül nem az igazi már. Annyira hozzászoktam már hozzá. Domingót már kihívtam, azt a Ricardot már kihívtam. Kinél van egyébként még egy darab... ilyen... Ja, már tudom, a Louisnál van még egy darab kard. Ja, az aranykardnak egyetlen egy darabja ott van. Sam! The Don's wife, Rachel, seems tense about something. The Don put her in charge of this mess, and if she can't feed people, how can she control anything else? Brogar wants the Don out of the way, proving Rachel useless. Only helps him. Brogarról mit tudok még mondani? About Brogar. Ja, legyőztem az arénám. I defeated Brogar in the arena. I did hear that. That must be some bad. Now keep the pressure on him. You're getting close to nailing the bugger. Nah. I found out Brogar is collecting protection money here in the camp. That'll be his style. What a bloody evil thing to do. But it's good information. You might be able to use that at the right time. Jó van, nyugi, én mindig óvatos vagyok. Jó, mondjuk azért haltam meg majdnem az előbb. Hawkins felett tudok valamit. Jó van, hagylak lenni. Egyébként ezt tényleg így lehet fordítani, hogy hagyj lenni, leave me be. Most egyébként a Lorenzo-t még most el tudom verni, na mindegy. Inkább nem érdekel. Te, Oscar, jó van. Kardöntvényed nem érdekel. Milyen holmit? What have you got to trade? Ez persze, hogy nem. Viszont a macséta az ugye nagyobbat sevez, mint ez. Veszek egy macsétát. Viszont ezt eladjuk, akkor ezt is eladjuk, meg mind az ötöt ebből. Jó, persze az íjakat is, nyilakat is. Mindent el lehet adni egyébként. Számszerű jászatos gyűrűt azt meghagyom, mert lehet, hogy jól fog jönni. Semmi különös. Mondjuk ezt eladom. Fiolák teljesen fölöslegesek, mert nem fogok tanulni a kimiát. A tréfa varázslatot azt nem árt meghagyni, mert egyrészt kapunk egy archimentet akkor is, hogyha 20 darab tréfa varázslatot elhasználunk, én pedig szerintem az egész hetek során maximum 2-t fogok használni. Mert egyszerűen nem szokásom. Az erszint minden nyitottam ki. Ezt nem hiszem el. Az ebből 2 van? Nem, ez csak 1. A fenébe. Mindegy, üzleteljünk. Csak várjál. Még ebből 1, és akkor egy pont kerek. Jól van. 190 olyat elfogadom. Hogy ne fogadnám el? És akkor be is rakhatjuk a csodálatos macsétánkat, ami igazából alig sebezek kicsivel többet, mint az előző, de... nem a világ vége. Akkor a következő részben beszélünk Louis-zal, addig is elvándorolok odáig, miközben búcsúzkodok. Szóval akkor a következő részig is, ha esetleg kérdések lenne, vagy egyéb tippetek a játékkal kapcsolatban, akkor írjatok dalra egy kommentet, vagy YouTube-ra egy levet. Vagy pedig az e-mail címre levet, amit a leírásban találhattok. What do you know about a sword? Na, várjál. A golden one.
Well, I've heard stuff. And I thought I may have found a piece of it. Az volt itt a ládába. Have you still got it? I was about to dig it out when those insects came. I wonder if it's still there. Itt egyébként ebbe a ládába volt. Na mindegy, akkor Skype-on, hát őszintén szóval... Én mindig nem tudom, hogy mikor akarok majd lenni. Szóval akkor addig is esetleg kérdések nem, hogy egyet tippetek a játékok kapcsolatban. Akkor írtad egy kommentet, hogy YouTube-el lehet, hogy az ilyen szépen lemelyt, hogy lehet, adtok. És akkor a következő részig is. Sziasztok!